Legyünk akkor a történelemben az első olyan parlamenti párt, akinek legalább valami, akinek a tevékenységben legalább valami haszna van a magyar népnek. Mert azt látom, hogy ma a párt politizálás az kimerül abban, hogy ki tud jobb social media videót készíteni, ki tud, nem tudom, jobb ruhában megjelenni, ki tud, nem tudom, jobban gyúrni az edzőteremben. Teljesen ez az amerikai típusú, teljesen haszontalan, gicses, fölösleges, magamutogató politika van ma már Magyarországon. Legyen már végre egy parlamenti párt, aki ezt az erőforrást, amit kap a magyar adófizetők pénzéből, az arra használja, hogy kormányoz vagy nem, de elkezdi ezt a munkát. És ennek a munkának az első fázisánál vagyunk most, amikor ugye arról beszéltünk, hogy akkor nem várjuk meg, nem várunk a kormányra, azt sem várjuk meg még, hogy a Mi Hazánk mozgalom kormányozzon, nincs már időnk. Nincs már időnk, már így is kifutottunk az időből, a magyarok kifutottak az időből. Akkor kezdjük el mi. És a hazai vásárok erről szólnak, hogy nem várunk a multikra, nem várunk a kormányra, megpróbáljuk először is összekötni a még megmaradt magyar termelőt, magyar kézművest, magyar kisvállalkozót a magyar vásárlóval. És senki ne akarjon rajtuk élősködni, nyerészkedni, ne fizessenek nekünk, mi nem a profitért csináljuk, hanem mi teszünk bele ezekbe a vásárokba, ha már kapunk állami támogatást, ahelyett, hogy itt a, nem tudom, a pártfunkcionálisokra költjük ezt a pénzt. Ez első nagyon fontos lépés. Én azt gondolom, ez egy történelmi lépés, és még egyszer köszönöm önöknek, nektek, hogy részt vesztek ebben a történelmi akcióban, hogy elindulnak ezek a hazai vásárok. Természetesen, hogyha több lenne az erőforrásunk, természetesen, hogyha mi kormányoznánk, akkor nyilván minden héten az ország minden pontján lennének ilyen vásárok. Ez nagyon fontos dolog. Igazán nagy változást akkor tudnánk elérni. Ezzel, amit most csinálunk, hogy havonta egy megyében, egy vármegyében tartunk egy ilyen vásárt, ezzel igazából egy dolgot akarunk megmutatni. Hogy igenis van alternatíva, van lehetőség, vannak más megoldások, és vannak még magyarok, akik hősiesen kitartanak vidéken, kitartanak a föld mellett, kitartanak a manufaktúrájuk mellett, a kisvállalkozásuk mellett, mert azt a hazugságot örökre felejtsük el, hogy az elmúlt évtizedekben a globális nagyvállalatok voltak a nagy munkaadók és a nagy adóbefizetők. Nem igaz, a KKV szektor volt a legnagyobb munkáltató az elmúlt 35 évben. Minden egyéb hazugság, vagy éppen az adatok kozmetikázása. Nem beszélve arról, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy biztosítson számunkra magyar jövőt, hogy itt maradjanak a magyarok. Ez ennyire egyszerű.